Márciusban pályakarbantartási munkálatok miatt egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, sőt, vonatpótlóbuszokkal is számolni kell Püspökladány és Debrecen között. A részletekbe Bieber Anett, a Magyar Államvasutak ZRT kommunikációs igazgatóságának szóvivője avatta be televíziunkat. A jelenlegi menetrend lesz érvényben március 9-ig, ezután kezdődnek a vágányzári menetrendi változások. A legfontosabb az, hogy március 10-én este 10:30-tól április 6-án éjfélig Kaba és Ebes között olyan pályakarbantartási munkákat végeznek a felújítás során, hogy egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, és lesznek olyan vonatok, amelyek nem tudnak közlekedni, tehát ott vonat helyett busz áll majd a rendelkezésére az utasoknak. Március 10-től 13-áig éjszakánként 4 vonat lesz érintett. Püspökladány és Debrecen között kell pótlóbuszokkal utazni. Ezek az érintett vonatok a következők: a Nyugati pályaudvarról Debrecenben 20 óra 28 perckor és 22 óra 28 perckor induló vonatok, illetve a Debrecenből Budapestre éjjel, vagyis hajnal 1 óra 56-kor, és a Debrecenből Püspökladányba 22 óra 55 perckor induló sebes vonat. Tehát ezek a vonatok nem fognak tudni közlekedni, ehelyett busz áll majd rendelkezésre. Az idei év szeptemberére lezajlanak azok a munkálatok, amelyek a Püspökladány és Debrecen közötti szakaszt érintve súlyosabb menetrendváltozásokat idéztek elő. Annyit tudom biztosan, hogy a jelenlegi tervek szerint 2019. szeptember 11-ére lesz kész a Püspökladány és Debrecen közötti vasúti pályaépítésnek az a szakasza, amely a vonatok zavartatásával jár, tehát továbbra is lesznek még felújítási munkálatok, de ezek az állomások épületeit érintik, illetve a biztosító berendezéseket, tehát a vonatok menetrendjében már akkor kevesebb változásra kell számítani. A vasútvonal részletes vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁV Direkt szolgáltatásán, valamint a www.mavcsoport.hu honlapon.